Impact program keretében készítettünk egy zöld iroda koncepciót. Ez egy olyan dokumentum, amelyik számba veszi az adottságainkat, a lehetőségeinket, ugyanakkor tűz ki olyan célokat, amelyeket szervezetünknek, működésünknek el kell érni ezen a területen. Talán kezdjük az elhelyezési körülményeinkkel. Abban az épületben, amiben hivatalunk is helyet kap, a korábbi időszakban történt egy olyan beruházás, amelyik az energiahatékonyságot és az energiamegtakarítást célozta. Tehát elhelyezési körülményeink jelentősen javultak. Hőszigetelés van az épületen, olyan nyilászárók kerültek beépítésre, amelyek lehetővé teszik az energiamegtakarítást, és hát a hasonló projekteknél egyébként jellemző módon olyan napelemrendszer került kiépítésre, amely, ha megfelelőek a körülmények, akkor energiát is tud visszatáplálni a hálózatba, és természetesen lehetővé teszi, hogy a fosszilis energiákból minél kevesebbet kelljen felhasználni az épületben. Nagyon fontos, hogy a működésünk irodai részét is figyelembe vettük, amikor átgondoltuk a zöld működést. Nagyon hatékony számítógépes hálózatot üzemeltetünk, törekszünk arra, hogy minél kisebb mértékben használjunk papírt, hiszen a közös meghajtó, a közös tárhely lehetővé teszi azt, hogy a dokumentumokat bárki szabadon lemencse, használja, és a kollégák hozzáférjenek egymás dokumentumaihoz. Így elektronikusan kerül felhasználásra egy-egy információ, és nem pedig nyomtatott papíron kerül az egyik irodából egy másik. Természetes dolog, hogy a hulladékot szelektíven gyűjti szervezetünk, hiszen, ahogy az előbb említettem, már a nyomtatással is próbáljuk csökkenteni a felhasznált papír mennyiségét, de ugyanez érvényes a mindennapi működés során keletkező más papír hulladékra is. Nagyon lényeges, hogy az egyes hivatali feladatoknál a mobilitást is ahhoz igazítjuk, hogy minél kevesebb energiát, minél kevesebb fosszilis energiát használjunk fel, hiszen amikor a kollégák egy-egy rendezvényre utaznak, akkor lehetőség szerint egy személygépkocsit használnak, illetve most már kihasználjuk az online kapcsolattartás eszközeit is, ezen kívül próbálunk olyan rendezvényhelyszíneket találni, ami valamennyi résztvevő számára gyorsan és viszonylag könnyen megközelíthető. Fontos az is, hogy olyan pályázatokban, olyan programokban vegyünk részt, veszünk részt, amelyek formálják a munkatársak szemléletét, és úgy alakítják elképzeléseiket, hogy ha lehetséges, akkor ezeket a környezettudatossági szempontokat a mindennapi munkában, akár a magánéletben, akár a hivatali munkában is figyelembe vegyék.